Szép jó hajnalt mindenkinek! Torin vagyok. Ez pedig a Strategic Command American Civil War folytatása. A déli kampányunkkal. Lássuk! Lássuk ezúttal, mi lesz. Oké. Garibaldi akciójával lehet esetleg valamit tenni. Kétszázért megvehetjük az angolokat. Ha meglépjük, akkor növekszik az angoloké majdnem 10-zel a többiek egy picivel. Ha nem, akkor viszont csökkenni fog picivel. És ez az, amit nem akarunk vállalni. Nem egy nagy tétel ez a francia-spanyol helyzet, de az nagyon hasznos lenne. Az nagyon hasznos lenne. Ráadásul akkor fennáll a lehetősége, hogy további nyereségünk lesz, plusz a franciák meg egyebek. Áó! Viszont válaszban az angolok meg... Hát ez nem jó. A végösszeg az lett, hogy kölcsönösen elköltöttünk pénzt és semmi haszna. Már pedig zseton a túloldalon van jobb helyzet. Több előny. Jó, hát ez belefér az apacsok részéről még. Mindegy, egy picit az angol nőtt. Annyi előnyünk lett az angol érkezés. A termelés 2. Hasznos. Majd meglátjuk. Minden azon múlik, hogy az angolok hajlandóak-e végre belépni a háborúba elfogadható időn belül, vagy sem. A másik kettő az nem valószínű, hogy belép, hogy egyáltalán be tud lépni. Jó, 60% fölött, azt hiszem most kap lehetőséget a északi oldal, hogy ő lefizeti az angolokat. Már lehet, hogy megtörtént, az volt az előző akció, majd kiderül. Ó, mindkettőt gyógyítja, akkor túl fogja élni az az egység. Megmondom őszintén, azt nem vártam. Jó, áucs! Ha elmenekül, ne, akkor túlélheti. Így nem. Így nem nagyon. No. Hát ez az, hogy van itt még egy teljes értékű, 2-0. Na, az egy csúnya eredmény. Legalább ráfutott. Így 2-2. Nem jó, de nem is olyan rossz. Láttunk ennél sokkal rosszabbat. 2-2 egy nagyobb egységgel szemben az vállalható. A másikat ezek szerint azt kiszúrták közben. Meglátjuk. Annak nem örülök, hogy ingyen ütött kettőt belém az a másik. Azt nagyon nem veszem jó néven, de hát így alakult. Ez viszont nagyon nagy szerencse, hogy megúszta. Én biztosan nem gyógyítottam volna fel ezt a kettőt, hanem kiütöm. Na mindegy. Azt visszakaptuk akkor, vagy legalábbis megmenthetjük talán. Majd kiderül. Visszavonult. Joggal, hiszen eléggé brutális volt itt a helyzet, ellátvány nélkül pusztult. És felteszem, ide nem is tud elérni. Ide már 1, 2, 3, 4, 5-ön már nulla ellátmánnyal ért. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tehát 2-vel többet kéne lépni nulla ellátmányon. Úgyhogy ezt nem nagyon kell védeni. Ez nem valószínű, hogy becsuroghat itt. Ez is épp, hogy csak elérhető volt, ugye? Ebbe a formába. De
Muszáj volt oda lépnünk, mert egyébként az egy érdekes lépés. Az egy érdekes lépés volt. Jó, azokat látjuk, az önmagában nem fenyeget semmivel. Még egy... Még kettő pontosítunk. Még kettő. A betyár mindeni. Az brutális, hogy itt még kettesével jönnek a monitorok. Ajjaj! Föltesszük a kérdést, hogy megkockáztatjuk ennek a kilövését. Ugye van kettő, ami nem teljesen rossz helyzetben van. Öt! Az egy kicsit sok. Oké, megúsztuk, de... De azért az öt az brutális. Mert a kettő-kettőt azt nem örülök, azt igazán kihagynám. Ouch! Harper's Ferry, félek, el fog esni. Bár a másik kettővel nem olyan lelkesen támad azonnal. Ugye ez azért 6 ton elég gyengécske. Au, paci az bajba. Elmenekülhetnél. De inkább meghalsz. Az is egy opció. Az is egy opció, csak nem jó. Az megúszta, legalábbis az első próbálkozást. Jó, ezt elfogadjuk. Miután négyet ütött rajta nagyhajó, nem volt reális, hogy ennél olcsóbban megúsztam. Jó, akkor menekülünk vissza Pocahontasba, ha tudunk. Nem biztos. Főleg a paci elvesztésével. Au! Ugye más nincs ott. Mert ez... Nem is tudom, miben sérült ennyire. Ja, hogy itt a cseréket kergettük, és így alakult. Most is az lesz egyébként, hogy ezzel megütöm, itt marad a paci kettőn, és föltesszük a kérdést, hogy gyógyulok, vagy leütjük. És mind a kettő jó lépés, csak egyiket se akarjuk. Valójában mindkettőt egyszerre szeretnénk. Így segít, hogy nem maradt itt. Így... Ajjajjaj. Azt még nem, hogy nem tudjuk kimenteni majd, hanem elvágva lesz. Hát... És megint kéne ide is valaki. Bár az... Az legalább olyan gyér opció, mint a másik irány. Nem tudom honnan szerzünk ide további egységeket. Egységeket, nem egység, és ez a baj, hogy ott a bányákat megőrizzük, mert azt, ha elveszi, már azzal iszonyú kárt okoz nekem. Ne, arról nem is beszélve, hogy ő megkapja. Mondjuk nem nagyon, mert az ellátmánya azoknak a bányáknak elképesztően gyér lesz. De azzal, hogy elveszi, azzal iszonyú kárt okoz nekem, ugye? Transportok mozognak. Ez a legrosszabb ír, hogy valahol még partraszállásban gondolkozik. Hát nem tudjuk hol, a különféle. Végig a parton, Wilmington, Savannah, stb. Mindegyik fel van készítve. Az esetleges partraszállásokra. Na, egyébként meglepően olcsón megúsztuk ezt a kört, ahhoz képest, hogy mennyire rosszul is állhatnánk. Hogy őszinte legyek. Jó, déliek, vagy az északiak gyengítik a diplomáciai helyzetünket, úgyhogy akkor azt, amit hosszasan sok-sok pénzért és sok-sok körben kifejlesztettünk most, kapcsolatokat az angolokkal, azt most bebuktuk. Megyünk vissza, mit tudom én, 40-50%-ra. Ja, 15%-ot buktunk.
Az sok. Jó, ketten azért még valahol mindig el vannak vágva, gondolom ott a déli New Orleans-i opció. A helyzet. Arról beszélünk itt. Azt inkább lőném meg, mondom, inkább lőném meg, nem pedig inkább nem csinálnék vele semmit. Ja, hát, ha meg lett volna az az utolsó, akkor azért előrébb vagyok. Ez itt, akár ennyi erővel el is vághatnánk ezt a hajót. Sajnos a hajónál nincs ilyen, hogy el van vágva, csak mint koncepció. Jó, ezt muszáj gyógyítani. A város üres. Akkor foglaljuk el a várost, az üres várost. Gyógyítsuk fel, ezt húzzuk fel végre. Ezt húzzuk fel végre. Az egy nem is rossz opció. Nem jó, de ennyit tudok tenni. Le fogják ütni, de legalább drágán. Vagy hogy mondjam, tehát valamennyit legalább fizettünk érte. Na, itt fizettem én azért, hogy ne legyen jó. Én itt elég sokat fizettem azért. Jó. Ez legyen itt be. Pozícionálva. Jó. Te innen figyeled ezt a kettőt. Ez a város kockázatos, de most mindenre nem jut erő. Nagy egység, nagyon nagy egység, és nagyon jól ellátott az a bajunk. Ezt nem tudjuk, pedig azt szívesen kicserélném, mert ezt a kort most nem akarom elveszteni itt. Pedig az lesz, el fogjuk veszíteni. Pedig az lesz. Jó, ti érkezzetek. Te gyógyulj fel. Te pedig elindulsz délnek, hogy itt az előbb-utóbb érkező csapatok ellen valamit csinálj. Te végre nem vagy felgyógyítható. Tudunk rajtad fejleszteni valamit? Nem. Akkor ez ennyi volt. Ez gyógyuljon föl, ez meg bombázza tovább ezt a csónakot, hát ha valami lesz, nem különösebben, egyenlőre.
Az a baj, hogy ötös ellátmánya lesz, a végtelenségig játszhatjuk pontosan ezt. Akár kinn is maradhat. És ha kijön itt a csónak, akkor ránk fut. Ez akár vállalható. Ez akár vállalható opció. Na itt hogy legyen? Oké, azt lelőttük. Ez nyilván bemegy. Azon nincs is mit kérdezni. Jó. És ennyit megnyerünk. Azt mondjuk kihagytuk volna. Jó. Na hát két kis csónakot lelőttünk. A gond az, hogy négy veszélyes hajó van itt, jó néhány sérült hajómra. Mondjuk ezek talán nem nagyon érnek el. Úgyhogy igazából csak ez a kettő az, ami tényleg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ez talán elérik, de ki tudja. Majd meglátjuk, hogy itt ki hogy mit lép. Ez ugye azért meg lett harapva, az hasznos volt. Jó, na lássuk ezt a katasztrófát. Oké. Na, az azért egy értékes lépés volt. Jó, te pedig menekülj ide dél felé. Ez a legjobb opciód. Ezt föl tudjuk húzni. Ezt is föl tudjuk húzni. Ezt is föl tudjuk húzni. Ez van gyengébb pozícióba, akkor azt bombázzuk meg. 2-2-re meglőhetjük. És egy 2-0 plusz elkergetés. Nem jó, hogy elkergettük, de összességében azért nem olyan rossz a helyzet, mint lehetne. Abszolút nem olyan rossz a helyzet, mint lehetne. Azon kívül, hogy ide nincs semmilyen erőnk. És hát ez is elég gyér pozícióban van. A csónak az egyszerű. A csónak az egyszerű. Mert az érkezzen ide. Az a baj, hogy ezek is egyszerűek, mert ezeknek meg helyük van. Ezeknek meg helyük van, és nem azon a fronton, ahol valójában kellenének, hanem azon, ahol muszáj, hogy valaki legyen.
tegnapra. Mindegy, ezt az akadályt végre megoldottuk itt Libanonnál, és akkor ez a csapat egy kicsit jobb ellátmányt kap, plusz az erősítéssel talán ide bedörhetünk majd Dresden felé. És hát meg katasztrófából katasztrófába hentergünk. Itt meg ugye ezt az egységet nem vertük le, mert úgy döntött a játék, hogy az elvágott egység az nem sérülő, és hát az egy ilyen jó opció szerinte. A gond az, hogy abszolút nincs zseton. Abszolút nincs elég. Gazdaság az szuper fontos, mert ha nem fedezetem be, akkor meg sose fejlődünk. Akkor a jövőt adjuk el, ami még nincs meg, már azt elbukjuk. Jó, hát ebben a körben akkor nem veszünk új egységet, ami nem jó. Nagyon nem jó. Pacit tudunk vanni? Nem. Van egy leütött paci, de nem tudjuk kifizetni. Jó. Akarunk-e valahol még? Ez így nem pontos. Kell-e valahol még? Hát... Most ha ide partra akar szállni, akkor partra szállt. Ez ellen nem tudok semmit tenni. Nem tudom ez például. Ez valószínűleg szállítóhajó lesz. Nem, lehet, hogy ilyen gambót. Nem tudom, hol vannak azok a szállítóhajók, de itt partra száll, akkor kiütötte. Partra száll, kiütötte, ahogy csináltuk is. Nem sokkal később ezt is kiüti egyébként. Itt partra száll és belép az üres városba. Hát, semmit nem tudok védekezni, ugyanez pepitálva. Egy legkisebb erőt nem tudok küldeni ide. Ha csak nem ezt elkezdjük fölhozni, amint végre egy vasút közelébe érünk, az a baj, hogy az alig-alig látható, hogy hol van itt a legközelebbi használható vasút, de valószínűleg a transportba kellett volna rakni. Igen, azzal jártam volna legjobban. Mindegy, most már így jártam. Ezt nem mozgíthatjuk el, mert ide volt partra szállás. És azt nagyon jó lenne nem elbukni. Ha, meglátjuk. Jó, hogy ennek nincs még. Ennek van. Na de az meg harcol. Hiába van XP-je, harcol, úgyhogy nem tudom felhúzni. Jó. Azt hiszem, ennyit tudtunk tenni. Lássuk a következő kört. Lássuk, elértünk-e bármit is. Elértünk-e bárhol is eleget. Apacsok tovább garázdálkodnak. Na, ezúttal ők is kapnak egy kis lázongást. Sőt, elég komoly lázongást, ha jól látom. Úgyhogy ez azért egy jó kör volt. Na, gyalogtechnika 15% bónuszt kapott. Ipar 2... hogy a következő körbe se legyen, mondjuk így legalább több pénzt kapok, az 1300 az azért fincsi, még úgy is, hogy az angol az technikailag kevesebb, mint az előző körben, amit adott, mert összességében vesztettem. És még mennyire rosszabbul állnék, ha nem fizettük volna be azt a 200-at az angolokba. Egyáltalán nem állunk olyan jól, ahogy szeretnénk.
ilyen ez kérdés nélküli volt. Annyi, hogy ellátmányba halt meg, ennyit el tudtunk kérni. Ami azért elég fontos. Ami azért eléggé fontos. Háhá. A kettő az... az nem volt jó. Azt kihagytam volna, amit kaptunk pofonba. De az, hogy ráfutott, az azért szimpatikus volt. Au! Baj van, baj van, baj van. Háhá. Kettő-kettő ott is. Nem jó, de nem is olyan rossz. Ja, hogy itt van két monitorja. Áucs! Ezt jó lett volna tudni, hogy itt két monitor garázdálkodik. Akkor nem bokockodunk az egy szál fregattal. Áucs! Jó! Két monitor. És még csak meg se halt az az egység, ami rám futott, hogy legalább annyi előnyöm legyen. Azt a jutalmat megkapjuk. Annyit értünk el ezzel, hogy ellátmányba halt meg mondjuk ez az egység azért hatalmas költségér lett fölhúzva, de az nem egy nagy eredmény, hogy a sikert abban mérjük, hogy nem elvágták őket, csak leütötték. Az nem egy jó eredmény. Na mindegy, ez a kettő itt veszettül megpróbál valami védelmi vonalat létrehozni. Nem lesz egyszerű. Mert nem annyira könnyű itt bármit is felállítani. De hát, meglátjuk. Azt. Valahol sajnálom, hogy elment, de mondjuk nem is olyan rossz azért. Egy-kettő, az egy... még egy Ironclad. Yeah! Oké, tehát ez átment rajtam és nem sérült. Azt nem egészen szeretjük ezt az ajánlatot. Ennyire? Vagy ez csak jössz le? Oké. Itt azért érdekes kérdés... Oké, négyeket üt rám simán, erőlködés nélkül. Hármat a kispaci. Hármat ütött a kispaci. Az egy kicsit nevetséges. Az egy kicsit nevetséges. Az a vagy még... jó, így nincs is miről beszélni, így szimplán feladta azt a várost. Cserébe nem hal meg, de attól még nem jó. Attól még nem jó, hogy simán feladta. Ja, hogy sérülés nélkül pofozi. Az jó, az mindig aranyos. Persze ez most technikailag egy elvágott város. Ha ezek a csúnyák, hogy folyamatosan mínuszba ütnek a kisebb egységek, a nálunk kisebb egységek. Folyami paci az nem volt egy nagy ötlet, ebben azért megegyezhetünk. Az legalább megkapta a maga pofonját. Oké, ezt a lovat szeretném elvágni, ha marad. Rizikós lesz, de talán látjuk azt a mezőt. Ha más nem, akkor a ranger látja. Legalábbis remélem, hogy látja. Mert az azért egy jó lépés lenne, ha ezt levágnánk a következő körben.
az azért előrébb vinne. De még mindig az utolsó határaimon védekezünk szintű játék csak. Sehol az, hogy én győzelmemmel haladok tovább. Hát egy frontot nyertünk meg. Ezt a távol zónát, ezt a, nem is tudom, távol nyugati, mondjuk. Nevezzük távol nyugatinak. A két kölcsönösen egymást elvágjuk, az egy mókás játék lesz. Attól függ, hogy üres-e vagy sem ez a város, meg a másik, attól még ott lehet valamit garázzálkodni a pacival. Azért van. Az a dolga ezeknek a paciknak, hogy azok garázdálkodjanak. Hát, szerettem volna itt egy jobb eredményt. Kedves játék. Ez esetben akkor ezt fogjuk leütni, mert a kérdés nélkül ide mögé lépünk, és itt elvágjuk. Nem egy nagy eredmény, de egy elvágott egység az elvágott egység. Az azért számít. Ha meg tudjuk ütni persze csak. Ha meghal. Ha nem azt mondja, hogy én inkább föl életben maradok. Én azt tartom jobb ötletnek. Hát az a fregatt az nagyon csúnyán meghalt. Az egy nem rossz felderítés. Ez kétségtelenül haszontalan. Na itt mi a helyzet? Oké, akkor ide kell lépnem, mert akkor blokkádolva volt. Most meg nem. Szóval így ezt továbbra is elképesztően drága fizetni. Azt a csónakot. De cserébe nem a erődöt üti. Ami összességében megéri, szerintem. Jó, hát akkor ez be tud menni ide. Azonnal majd úgyis kap ellátmányt. Ez onnan úgyis kap majd ellátmányt. Ráadásul ez csak egy hákú. Azt azért csak meg tudjuk. Vagy nem. Vagy nem. Ha csak egy HQ, azzal is megküzdünk. Ha csak egy HQ-val is megküzdünk. Jó. Na, ez azért alakul, és ez a paci most itt egy kicsit elvágtuk. Ha ezt is leszedjük, akkor el van vágva. Nem teljesen, de abban a fél elvágott formába. Plusz Santa Fe az tétel lesz. Azt azért örömmel szedjük meg. Ez meg csak elesik végre. Ez az elvágott zóna. Jó, hát a két lenti erővel nem tudok mit tenni. Az nem is akarok tenni, hogy őszinte legyek. Ha ennyi erőt tud ide dobni, akkor legyen vele boldog. Oké. Két aprólékot leütöttük. Ezt fölgyógyítjuk. Ez meg kivonul, mert ezzel nem akarok összecsapni. Azzal meg végképp nem, hogy itt két ilyen van.
Ez ráadásul 10-es mozgástávval bír, ami nagyon-nagyon-nagyon sok. Itt kapunk egy darab gyalogot, tehát az én nagy csónakjaim még nem jönnek. Az majd egyszer érkezik, című móka. Az a jó hír, hogy ő ellátmányon kívül van. És így ő is. És így ő is most. Oké. Hát te gyógyulsz, ezekkel akkor se tudnék mit tenni, ha lehetne. Te gyógyulsz. Hát, ha tudunk egy jobb eredményt kapni. 1-4. A gond az, hogy elmenekült. A gond ennyi. Ezt viszont fel tudjuk húzni ott a fronton. Ami azért nem olyan haszontalan. Ezeket fölgyógyítunk. Ami nem olyan haszontalan, csak nem jó. Na, még egyet elvágtunk, még egyet elkergettünk. 1-0 a pacira, az nem egy nagy eredmény. Na, most, hogy a nem teljesen használhatatlan egységeink fölérnek a frontra, akkor már valahogy kinézünk. Ezt cseréljük be. Ez valószínűleg gyógyítani fogja. Itt meg, hát nem azt mondom, hogy jól állunk, de állunk valamennyire. Az 1-1 az természetesen nem lett meg. A szokás szerint nem tudtad életedet hozni. A szokás szerint nem lett meg. Ez még mindig megéri visszavinni, annyira elképesztően messze van. És akkor csónakkal kimegy. Még az mindig gyorsabb. Ami elképesztő. Hogy gyorsabb az, hogy visszajövök, csónakba szállok, stb. De ez a helyzet. Ez a probléma. Ez a probléma. Na, tehát 3-0-1-ből lett egy eredményünk, egy siker. Ez legalább most megvolt. Oké. Egyet nem akarom megerőltetni, annak nincs teteje.
2-4 az szimpatikus. Hát természetesen 3 lett. De ezt leütjük, az azért egy lépés. Nem jó lépés, nem nagy lépés, de az első a fontos tételek közül. Az a mai itt már nem tudunk kimozdulni. Kicsit felhalmozódtak a csónakok. Tud egy ingyen pofont lőni. Oké, és akkor ott álljon, hogy ha keresztül akar jönni egy csónak, bejönni, akkor az 2 mozgás legyen. Itt elvágtuk. Úgyhogy a következő körben elvileg meghal. És ezek azért nem állnak túl izmosan. Legyen így. Ennek nem örülök valójában, de legyen így. De gyérülász. És ugye itt gyengül az ellátmányunk folyamatosan. Jó. Azt is el lehetett volna vágni. Hát nem, mert nem nagyon tudtunk volna mit tenni vele. Annyit megtehetünk, hogy ezt lehozzuk egy kicsit délebre, hogy hát ha itt jobb mozgásokat tudunk hozni. Majd egyszer valahol. Ezt gyógyítjuk. Gyógyítsuk fel, mert még kellhet. Hát... És van egy darab új egységem. És ezzel hova akarok menni című játék. Oké, szerintem egyébként majd megpróbálunk itt valamit alkotni, mert például ez egy kór, amit rendszeresen megpiszkálunk. Ha itt nincs mellette semmi, ami nem tudom, hogy áll, akkor azért ott lehet valamit elkövetni. És hogy ne legyen védtelen továbbra is Memphis, ahhoz továbbra is oda kell egy egység. Ahhoz sajnos továbbra is kell egy egység. Jó, azért talán előrébb jutottunk ezen a szakaszon. Őt levágjuk. Itt megpusztulunk. Ezen a fronton pusztulunk alapvetően. És ez ugye már meg lehetne. Na, az egyetlen jó hír, hogy itt megvan Albuquerque, úgyhogy ez körbe van véve. Onnan meg lesz ez a lagúna, és akkor a sok-sok paci elindulhat északnak. Amivel azért meg lehet csípni mondjuk egy Colorado dupla bányát, meg esetleg Denvert. Ha itt jól alakulnak a dolgok. Hát itt azért van jó néhány egység, amivel a körbefolyásokat majd meg tudjuk tenni. Aztán persze majd kiderül. És hát várjuk a saját nagy hajóinkat, mert arra már nagyon-nagyon nagy szükség lenne. Arra már nagyon nagy szükség lenne. Ez még egy jó fogás, ha ezt körbe tudjuk folyni. És itt, ha nem is elfogytak az ellenfeleink, de azért érezhetően nem állnak olyan jól, mint szeretnének. Ezt a cserét azt hiszem még megejtjük. És talán, ha ő vissza tudja venni Harper's Ferry-t, akkor talán megkockáztathatjuk annak a birtoklását. És ő, mint az ég, talán tudná bírni egy-két körig. No.
Még ezt be kell fizetnünk. A maradékban nyilván veszünk vissza egységeket. Van egy olcsó kor. Azon nincs is mit vitatni, és akkor van egy olcsó paci. Ez viszonylag tiszta sor. És akkor csak 14 divíziót, meg két kort kéne még vennem, meg a hegyi divíziót, meg a mindenki mást, meg a 6 pacit. Igazából kéne a vasúti ágyú is. Az is egy jó lépés lenne. Még jobb lenne, ha tüzérségbe tudnék fizetni gazdaságot, de hát az a fejlesztés, az sajnos az túl drága. Az egész tengeri vonal egyébként az egyértelmű, hogy fölösleges, tehát ha lesz későbbi változat, akkor azt egyszerűen feladjuk a tengert, és nincsenek hajóink. Vigye az Unió a vizeket, legyen vele boldog, hogy egy csomó csónakot ott épít és üzemeltet és rohangászik. Azzal nem tudok mit tenni. A folyókon talán tudunk erősségbe lépni, de a tengeren esélytelen. Már most is pedig elképesztő erőforrást öntöttem bele, de hát... 1, 2, 3 monitor. Azt hiszem még valahol van egy negyedik is egyébként. Talán. 2 ironclad. És ez az a rész, ahol elmentek. Itt egy újabb monitor. Ide lent meg 2 monitor, vagy 2 ironclad? 2 monitor, ja. Kösz. Ezekkel hogy küzdjek meg? No. Hát egyelőre az épp hogy kitartunk szintet tudom hozni. Egy kanyival se többet. Innen folytatjuk.